19. alkalommal rendezték meg a Budafok Tétényi Díszpolgárok találkozóját június 30-án a Lics Pincészet Pákozdi szőlőbirtokán. Az évenként megtartott kötetlen rendezvény múltját dr. Mészáros Péter idézte fel röviden a meghívottaknak, majd a 30-10 polgár köszöntése következett, melynek keretében a nemrég elhunyt Golda Magdorna festőművészre, valamint a Budafoki Református Egyházközség lelkipásztorára dr. Nagy Péterre is emlékeztek. A vacsora fő momentumaként az idei évben díszpolgárnak választott Radóci Máriát köszöntötték a tagok, köztük a tavalyi év díszpolgára Bakos Miklós üdvözölte a körben az iparművészt. Radóci Mária már régóta egy ikonikus személyisége a kerületnek, rengeteg képzőművészeti kiállítással számtalan esetben már felhívta a figyelmet a kerületünk számára, illetve az, ami nagyon jelentős, a fiatalságnak a képzése. Egy olyan szakmába viszi ezeket a fiatalokat, gyerekeket, ami hát mondhatom azt, hogy kihaló félben van és követendő. A díszpolgárok jelölései között már évek óta szerepel, az idejében szinte minden díszpolgár kivétel nélkül Radóci Máriára szavazott. Úgy érezte mindenki, hogy már éppen itt az ideje, hogy ő is megkapja ezt a csodálatos kitüntetést, ezt az elismerést, és ahogy ő át is vette a színpadon, lehetett rajta látni, hogy ha valaki komolyan gondolja ezt az egészet, akkor ott mindenki elérzékenyül. Itt nincsenek előre forgatókönyvek, ott lelkileg, ha te ezt az egész díszpolgárságot komolyan gondolod, akkor lelkileg ez odaüt egy picit, és ő próbálta humorral leplezni zavartságát, de egész más beszélni róla, meg egész más ebbe a körbe belépni. És szeretném, hogyha továbbra is a kerületünknek az egyik aranyoszlopa lenne, és továbbra is büszkeséget hozna a kerületünk számára. Kedves Mária, a Jóisten éltessen, és adjon sok erőt, hogy folytasd tovább ezt a munkát. A véleményem az, hogy a nyugodt élethez nem nagyon hiányzik az ilyen nagy felfordulás, vagy rajongás, vagy tehát, hogy tőlem egy kicsit ez idegen, inkább azt szeretném mondani. Én mindig azon voltam, hogy én rendeztem, és mindenkinek szerettem volna azt a profilját bemutatni, ha zenész, ha képzőművész, ha énekes a galériában, és most ugye, hogy is mondják ezt, hogy akasztják a hóhért. Tehát nem azt mondom, hogy le tudnék erről mondani, mert nagyon jól esik, de erről az utóhangról szívesen lemondtam volna. Két kiállítást rendezek meg idén. Az egyiket egy nagyon tehetséges keramikus lánynak a munkáiból, természetesen a kertben, mert máshogy nem merek még. A második kiállítást pedig Tóth Merindával rendezzük, a hagyományos Szent Mihály napi képzőművészeti pályázatra beérkezett munkákból. Idén Kolonis György születésének 50. évfordulójához kapcsolódóan is felelvenítették a budafoki olimpikon is díszpolgár eredményeit. Hát először ugye Budafokon a Tompa utcai sportágazatos általános iskola vette föl Kolonis Gyuri nevét, aztán Csepelen Kolonics György sétányt hoztak létre, és ott áll egész alakos szobra. Egyébként az országban ma 36 településen van intézmény, vagy utca, vagy sportlétesítmény, itt természetesen uszodára, vagy kajakkenu pályára gondolok elnevezve, és őrzik méltóan az emlékét. Két olimpia aranyérem mellett 15 világbajnoki címet is szerzett, és 3 Európa bajnoki címet. A magyar népsport által nyilvántartott magyar rekordokban vitatkoznak, hogy 57 vagy 59 volt a magyar elsősége, tehát azt hiszem az 57 is egy félelmetes szám. Én mai napig úgy emlékszem rá, hogy egy igazi, őszinte ember volt, aki soha nem játszotta meg az eszét, soha nem célzott arra, hogy én 2-szer nyertem olimpiát, én 15-szörös világbajnok vagyok. Mindenkivel, ha kérdezték, közvetlenül beszélgetett, türelmes volt. Soha nem utasított vissza riportereket, újságírókat.
és én remélem, hogy így is marad meg mindenkinek az emlékezetében. Köszönöm szépen! A találkozó a hagyományokhoz híven közös csoportképpel zárult.